Sokan ültek be az éttermek terasszaira a hétvégén. A vendéglátósok többsége kimagasló forgalmat ért el, noha csak pár napjuk volt a felkészülésre. Sokukat váratlanul érte a bejelentés, inkább májusra várták a rájuk vonatkozó korlátozás feloldását. Fejtette ki a 35 percben a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke, aki továbbra is óvaintette mind a szektorban dolgozókat, mind a vendégeket. Ugye a teraszok megnyitásával még nincsen vége a veszélyhelyzetnek, nincsen vége a vírus helyzetnek. Tehát azokat a szabályokat, amelyeket nem csak jó gyakorlatként vagy joggyakorlatként a magyar közlönyben folyamatosan frissítenek a jogalkotók vagy a szakmai szervezetek, példás jó gyakorlatként emlegetnek, ezeket mindenki tartsa be a vendéglátó, és tartsa be a vendég is, és közös felelősséggel tartozunk egymás iránt. Sok teraszon a korábban megszokottnál magasabb árakkal találkozhatnak a vendégek. A szakember szerint a lépés annak köszönhető, hogy az elmúlt hónapokban jelentősen drágultak az alapanyagként szolgáló élelmiszerek, valamint a vendéglátósoknak a béreket is ki kellett igazítaniuk. Mint mondta, akár egy 10-20%-os áremelés is kilátásban van a közeljövőben. Krivács András beszélt arról is, hogy ugyan a túlélésről szólt az elmúlt közel fél év az ágazat számára, több helyen meg tudták tartani a dolgozókat. Voltak egységek is, ahol minden dolgozót elküldtek, és most alig tudják pótolni őket. A szakembert arról is megkérdeztük, hogyan tudják majd megoldani a védettségi igazolványok ellenőrzését, amelyekre szükség lesz az éttermi szolgáltatások és a szállások igénybevételéhez. A szállodánál egyértelműen ott a recepciónál be tudja mutatni, de az étteremnél is pontokat föl kell állítani, ahol nem kérni szeretnénk, hanem, és arra is biztatom a vendégeket, hogy ők mutassák meg, és onnantól kezdve nem vegzálják a kollégák a vendégeket. Tehát, hogy addig ne menjenek be, ameddig meg nem mutatják ezeket az igazolványokat, mert onnantól kezdve csak a probléma van, hogy miért ment be, miért nem kérte el, ki kérte el, miért kéri el. Egyébként a jogalkotó fölhívta a figyelmet arra, hogy a vendéglátóegységnek a tulajdonosa, illetve az ott dolgozók felelnek azért, hogy oltásigazolvánnyal lehessen csak belső teret használni. Hozzátette, a védettségi igazolás csak fényképes igazolvánnyal együtt érvényes. A szakember a szektor jövőiről is beszélt a műsorban, mint mondta, a szállás és vendéglátóhelyekkel kapcsolatban megváltoztak az emberek igényei. Az élmény, a biztonság és a nyugalom vált számukra a három hívószóvá, a szolgáltatóknak ehhez kell alkalmazkodniuk.